Random. Várjál, valami program? Yes. Na hát szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a felvételt vissza fogja nézni, mivel hogy ezt most felvételről készítjük, és éppen itt most 21 óra 35 van nálam, Gábor, azt hiszem nálad is 21 óra 35 van, Gábor nem is tudom, messze van, én is messze vagyok, és így volt a legaktuálisabb, hogy így összehozzuk ezt az online felvételt, hiszen az internetnek köszönhetően és a Zoomnak nagyon jó, hogy így a távolságot le tudjuk küzdeni, és nem kell fizikailag összejönnünk, bár én a Gáborral szívesen találkozom fizikailag, és nem sokára találkozunk is, ugye a jövő héten szombaton, Siófokon, az Azur Hotelbe, ő fogja celebrálni az egész hétvégénket, aminek nagyon örülök, mert azóta így mennek fel az emberek, ilyen exponenciálisan fejlődnek az üzletileg, mert hogy olyan bulikat tud csinálni, hogy valami örlet, és én pont ezért arra gondoltam, hogy nézzük meg ebbe a riportba, interjúba azt, hogy ki áll a DJ Smash mögött, ki az a Szalmás Gábor, és ki az, akit ti a színpadon csak úgy ismertek, hogy a hangját néha, vagy látjátok, hogy a, bocsánat, szóért, de a kopasz fejét, és a nagy mosolyt a száján, és az, hogy fussatok előre, gyertek vissza, nem, állj, 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 Ja. lépjünk. Tehát, hogy ki ez az ember, aki minket ilyen nagyon jól tud irányítani, és hogy honnan kezdte, mert hogy nem tudom, ti tudjátok-e, hogy a Gábornak egy hatalmas egy vállalkozás van emögött, és most már 10 éve egyébként a Foreverben ő celebrálja, ő végzi ezt a háttérmunkákat, amit a sikernapokon a Porecs, a horvátországi, ugye, hát most már sajnos megszűnt, de eddig a Diamond Haiderelli, tehát mindent ő csinált, és hogy mégis honnan jött ez neked, Gábor? Honnan jött ez a... Ja, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad és elfogadtad. Éppen most is munkában van, Gábor, most nem tudom, hol vagytok, majd el fogod mondani. Tehát örülök, hogy elfogadtad a meghívást, örülök, hogy igaz, hogy 9:30 van, de te most kezdesz élni, mert éjjel 3-ig fogjátok megint nyomni a melót, és köszönöm, hogy egy fél órát Köszönöm. kiszakítasz ebből az idődből. Úgyhogy honnan jött ez az egész DJ kérdés, meg az egész, hogy ennyire céltudatos vagy, hogy ennyire látod azt az irányt, amit te akarsz csinálni. Ja, Annyi DJ. sok kérdést tettél föl. Más Gábor, bocsánat, a interjú alany. De már. Annyi sok kérdést tettél föl. Először is szeretettel köszöntelek, Karesz, és természetesen köszönöm a csapatodat, köszöntöm a csapatodat, és mindazokat, akik nézik. Igen, mi most is itt vagyunk egy szállodában, amit tudni kell, hát nem tudom, mennyire láttok bele a mi háttérmunkánkba. Mi állandóan építünk, meg bontunk, és vagy Magyarország egyik szállodájában vagyunk, vagy Magyarország egyik konferencia termében vagyunk. Tehát mi most kezdünk el Siófokon, ahol pontosabban Visegrádon építeni, innen megyünk majd Jakabszállásra, onnan megyünk hozzátok majd Siófokra, és Siófokról megyünk tovább a Parkin Hotelbe. Tehát ez egy ilyen 12 napos turné, 3-4 autóval jöttünk, és 8 emberrel, 8 technikussal, technikai szakemberrel építünk. Na de, hogy honnan indult, és nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, én 3 évvel ezelőtt tartottam egy ilyen 40 perces meetinget, hogy honnan indultunk, hova értünk el, mi volt a motiváció, mi volt a sikernek a titka, mi a siker gyakorlatilag. És akkor én most én elkezdem egy picit a drámai részről, és utána, hogy felépítem, úgy megyünk egészen pontosan a 49-es éveim felé. Én azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de én nagyon-nagyon nem szegénységből, csak rossz körülmények között nevelkedtem. Apukám ugye elvált, anyukám nem nagyon foglalkozott velem, tehát én az utca nevelt fel, tehát értsétek úgy, hogy igen, látom az arcodon, hogy kérdés meglepett, hogy én a határúton brékeltem, tehát határúton brékeltem azért, hogy azért tudja élni, indulni az életben. Ez ilyen 11-12 éves koromban volt, tehát gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy a tanulmányaim mellett, az iskola mellett elmentem táncolni, brékelni, és előadni magamat, hogy ebből legyen pénzem, hogy enni tudjak, enni tudjak, illetve hogy élni tudjak. Na jó, de utána rájöttem arra, hogy az emberek szórakoztatásában nagyon sok minden rejlik. Tehát az, hogy az embereket motiváljam, az embereknek adjak olyan zenét, vagy arculatot, vagy műsort, vagy egyszerűen csak az élet szeretetet, hogy én átfordítottam ezt a rossz dolgot, hogy nekem rossz gyermekkorom van, ami majd minden rosszban, én megtalálom a jót, hogy minden rossz, ami történik, az egy üzenet. Ezt nem csak mondják az emberek, és nem csak úgy van, hogy persze, mindig csak ezt mondod, hogy valamivel találd meg a jót. Nem. Egyébként tényleg meg kell találni mindig a jót, minden valamiért történik. Na most, ezt 12-13-es koromban elkezdtem,
És az iskola mellett én elmentem a Citadella nightclubba zenélni. Ez egy nightclub volt, ahol táncoltak az emberek, a lányok, én pedig zenéltem, viszont arra jöttem rá, hogy engem ez érdekel. Tehát 13, 14, 15 évesen engem érdekel a zene, érdekel az, hogy adjak az embereknek, és érdekel az, hogy olyat csinálja, úgy mixeljem össze a zenéket, úgy zenéjek, ahogy az embereknek más nem. Tehát ez fontos, hogy más nem. Tehát volt egy ilyen arculatom, hogy én ezt így szeretném, és ez bejött. Aztán azt láttam, hogy az összes DJ kollégám, mondhatom Bárány, Sterbinski, Kültomi, nagyokat mondok még, Rákász Béla, Bétót László, ők mindig zenéltek, és nem beszéltek, mondjuk a Bétót, de nem beszéltek. És én elkezdtem beszélni, elkezdtem egy kicsit motiválni az embereket, hogy kezek a magasba, taps, ováció, gyertek, érezzétek jól magatokat, és ez tartott 16-17-18 éves koromban, és megint azt mondom, hogy ez nekem tetszik. Tehát ez is egy mondat, találd meg a saját utadat, hogy azon az úton végigmenj, mert az egész előadásomnak, vagy a beszélgetésemnek lehetne az a címe, hogy a siker titka az maga az út. Tehát nem az a siker, hogy 49 évesen megfogom a plakettet és DJ smash és smash-re, nem maga az út. Tehát, hogyha reggel az ember felébred, leteszi a két lábát és elindul, akkor boldogan indul el, boldogan csinálja, vagy jaj, megint ezt is meg kell csinálnom, meg azt is, vagy tényleg beleveted magadat, és szereted, amit csinálsz. Ez nagyon fontos. Ez az egésznek a lényege, mert 24 órából a normális ember 16-ot fönn van, 8-ot alszik. Mi nem vagyunk normálisak, 24 órából szerintem 18 órát fönn vagyunk, és 6 órát alszunk, úgyhogy beesünk az ágyba, de mindegy. Menjünk vissza még a 20 éves koromban. A beszéd mellett rájöttem arra, hogy menjünk be a Magyar Rádióba. Én bekopogtam a Magyar Rádióba, és ott azt mondtam, hogy én itt szeretnék dolgozni. Bátorság. Legfontosabb, légy bátor az életbe. Próbáld meg, indulj el. Minden nagy álmod egy pici lépést teszi jóvá, azzal indulsz el. Én bekopogtam Magyar Rádióval, és Szai Józsefnek azt mondtam a Petőfi Rádió ajánlókének, hogy én itt szeretnék dolgozni. Persze, hát akkor még csak az volt, hogy vegyem fel a telefont, fölvettem reggeli csúcs című műsorba, utána a zenei szerkesztés, majd szóltak, hogy menjek át Danubius Rádióba. Danubius Rádióba, én. Mekkora királyság! Csörgött a telefon, akkor még Danubius Rádióban ilyen telefonos voltam, és ott a Bocskor Gábornak a Cappuccino című műsorába bekerültem. Heten voltak benne, tehát stábtagok, én lettem a 8., és ott annyira korrektül álltam a dolgokhoz, hogy felkértek ennek szerkesztésére, jó, nem az első egy héten, hanem a második évben, és ezt a szerkesztését elvállaltam, tehát a Danubius Cappuccino szerkesztője lehettem. Majd a Danubius Cappuccino-nak a dugófigyelője, volt egy ilyen dugófigyelő kis műsor, ez azt jelenti, hogy a helikopter hétfőn, szerdán, pénteken felszállt a Budaörsi reptérről. Én voltam a dugófigyelő, én adtam egy már, csomószor hallottam. Volt egy játék az egyik kávé forgalmazó cégnek, hogyha valaki integet a helikopternek, akkor leszállunk, és megkínáljuk egy kávéval. Tehát ez utána jó volt. Tehát azért mondom, hogy innen indultunk, tehát gyerekkor, a rádió, utána bekerültem a Diák Újságírók Országos Egyesületének egyesületébe, pontosan alapító tag lettem, 8. vagyok, és elindultak a diák újságírók, az újságírás, a rádiózás. Tehát, hogy én már akkor tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és vagyok most 22 vagy 23 éves. Igen ám, de mellette az éjszakai élet, tehát a diszkózás is nagyon-nagyon motivált, hogy én megint álljak ki az emberek elé, tehát engem nem érdekel az, hogy én a közönségben, nem szeretek a közönségben lent lenni és tapsolni, hanem én fönt akarok lenni a színpadon, csinálni akarom, kihozni az emberekből azt, hogy mosolyogjanak. Magyar ember nem mindig mosolyog, pláne mostanában Covid óta. Tehát, hogy nekem fontos az, hogy működjön, nevessenek, érezzék jól magukat, ne tudjanak elmenni ki a folyosóra dumálni, annyira jó zenét mixeljek össze. Tehát volt a rádiózás, volt a zeneszeretet, volt a műsorvezetés. És ezt a háromat összegyúrtam, és arra gondoltam, hogy alapítsunk egy ilyen vállalkozást, viszont nem tudtam, mi az, hogy vállalkozás. Tehát jó vállalkozás, be kell jelenteni, oké, de legyen egy Szalmás Gábor produkció, az nem jó. Akkor legyen Smash, tök jó, legyen Smash. Így jött ez a Smash
történetet legyen, ez legyen az én nevem, tehát DJ Smash, DJ Smash. Oké, akkor a Smash elindult, és sokan nem tudták, hogy mi ez a Smash. Ez egyébként angolul törni, törni, zúzni, bizonyos szinten betörő, tehát vannak olyanok, hogy European Smash Hit, tehát Amerikában betörő, vagy Európában betörő sláger, tehát ez pont jó, én be akarok törni, tehát én zúzni, törni akarok, én vagyok, mint egy mozdony, hogy van egy ép előtted, és majd én azt tudom, majd én azt én meg tudom csinálni. És egy kicsit ilyen párhuzamot vonok most már a forever világával, a ti üzletetekkel, illetve a mi üzletünkkel, hogy légy bátor, indulj el, és ne legyen az, hogy félsz a nemtől. Tehát engem minél nehezebb, stresszesebb a dolog, annál jobban érdekel. Tehát nekem az egyszerű, az nem érdekel. A minél bonyolultabb, hogy fogom ezt megcsinálni, hogy lesz, az érdekel. Hát a kihívás. Éppen ezért minden... A kihívás. Berkics Mikinek volt egy előadása, hogy amikor fölmész a csúcsra, és a csúcson megállsz, hogy na, megérkeztem, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de jó, elértem, lemegyek. Vannak olyanok, akik a következő hegycsúcsot nézik, hogy azt is meg akarom mászni. Tehát ez nagyon fontos. Én ilyen vagyok. És képzeljétek el, hogy elkezdődött a vállalkozásom, és vettem 2 darab teherautót, amit holt üresen betettem a rendezvény helyszínre, és ráírtam, hogy Smash produkció. És kérdezik, hogy Gábor, mi van ebben a teherautóban? Mondom, semmi. Ne. Mondom, de miért csinálod ezt? Azért, mert nem csak profinak kell lenni, hanem profinak is kell látszani. Tehát, hogyha tényleg az ember oda megy és megmutatja magát, hogy hogy tudja, de még a tartalmi részét majd most fogod beruházni, az nem probléma, csak mutasd meg az embereknek, hogy merre tartasz, szponzorok, merre mész, mit szeretnél, ez fontos, és legyél elhivatott. Én nagyon elhivatott voltam. Majd még egy fontos dolog, hogy az összes keresetemet, amit a gyerekkorom vagy a fiatalkoromban kerestem, én mint szorgalmas kis hangya, betettem a teherautóba, és technikát vásároltam. Én nem szeretek bérelni. Én mindent megveszek. Megveszek, és bérbe adok. Megveszek, és bérbe adok. Tehát magyarul, ehhez kellett... magyarul visszaforgattál a vállalkozáson. Mindig. Mindig visszaforgatok. Tehát a mai nap is vettem most 4 darab szikát, ami a sikernapon lesz. Fölfele fog, nagyon sokat kell, fölfele fog menni, ez a május 27-i sikernap, de megvettem, hogy ne kelljen bérelni. Hát az enyém. Most már majd én nyomom a szikrát, és mindenki boldog lesz. De az a lényeg, hogy merj mindent csinálni, és én egy bátor vagyok, mert mi vagyunk rá legfeljebb akkor, ha nem jön be, akkor fölállunk, együnk tovább, tehát nem probléma. És azt képzeljétek el, hogy olyan a 28-29 éves koromban, amikor már volt technikám, azt vettem észre, hogy sokkal jobb csomagba eladni magamat. Ez azt jelenti, hogy majd én odaviszem a színpadot, majd én odaviszem a projektort, vásznak, akkor mi csak az volt, majd én megmutatom, hogy lehet elkápráztatni a vendégeket a technikával, a tartalommal és a műsorvezetéssel. És képzeljétek el, hogy ez annyira jól sikerült, hál' Istennek, de azért sok munkám volt benne, hogy olyan pozitív visszajelzéseket kaptam, akkor már nem csak így voltam, hanem most már technikusokkal, mert ugye ezt azért mozgatni kell, hogy érdemes ezt így csinálni, mert az embereknek a vizualizáció, a látvány, a hangulat, a műsor nagyon fontos. Csak egy picit beleviszek benneteket. Az, hogy mi 4 órát építünk, és ti körülbelül 5 órát vagytok a helyszínen, és utána 3 órát bontunk, nekünk egy rendezvény, ami nektek 4 óra, az nekünk másfél napos. De benneteket csak az érdekel, az a pillanat, amikor 10 órakor bejöttök a terembe, és 6 óráig ott vagytok, szünet van, kimentek vécére, oké. Okay. De a lényeg az, hogy abban kell nekünk profi mutatni valamit, nyújtani valamit. De ahhoz, hogy ez akkor ott nagyon működjön, ahhoz szakemberekre van szükség, technikusokra, csapatra, csapat, nagyon fontos. Én vagyok az ő szponzoruk egyébként, tehát mi nem Balira utazunk, hanem Dabassa vagy Kecskemétre, hogyha minden, nem viccelek. Tehát, hogy nagyon fontos a csapat, a bátorság, az elindulás, pénz visszafordatás, és nem ismerünk nemet. Tehát ez mondta, hogy nagyon fontos, hogy nem ismerünk nemet. Nekünk a majd olyan nincs, meg nem, meg hát, ezeket ki kell törölni a szótárból, ilyen nincs. Amikor 39 évesen, bocsánat, nem, 29-32 évesen rájöttem arra, hogy ezt komolyabban kell csinálni, mert akkor egyéni vállalkozó voltam, Szalmás Gábor, egyéni vállalkozó, nem nagyon jól mutatott, amikor aláírtam a számlát, hogy EV, egyéni vállalkozó, nem jó, ezért átmentünk KFT-be. Ohó,
KFT azért itt már azért nagyon komoly pénzügy, könyvelés, stb. Teherautó. Oké. Most jelen pillanatban semmi dicsekvés nincs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 teherautóval, egy óriási nagy telephelyel, és 3 kamionnyi technikával rendelkezünk, mondok például 8, 40, 60, 70, 80 négyzetméter LED fallal, 200 darab robotrámpával, nagyon nagy hangtechnikával, 30 ezer wattnyi hangra, tehát egy komplet csarnokot be tudunk hangosítani 1500, 2500, 5000 embernek saját technikával. Elárulok egy nagyon nagy titkot. Nem láttam még ezt a technikát egybe összerakva. Egyszer sem. Tehát annyi mindenünk van, hogy ahhoz kell egy olyan hely, ahova ezt ki tudom tenni. Ezt ne felejtsétek el, amit most mondtam. Kell egy olyan hely, ahova ki tudom tenni. Mert mindjárt odaérünk, hogy mit adott nekem a Forever. Amikor beruháztam, bátor voltam, csináltunk, megszerveztem a csapatot, akkor tartottam egy csapatmeetinget, hogy gyerekek, nekem van egy álmom. Egy olyan álmot képzeljétek el, hogy az embereket el kell kábráztatni. És ha ebben az álomban részt vesztek, akkor mindannyian boldogok leszünk. Mindenki sikeres lesz ebbe, mert mi boldogan, mosolyogva csináljuk a rendezvényeket, boldogát teszünk benneteket, és mindig is azt láthatjátok, hogy nem vagyunk ilyen unott technikusok, hanem tényleg mindig a vidámság, boldogság. Zárójel, azért, mert valaki mosolyog, az nem azt jelenti, hogy nincsenek problémái. De azok a problémák nem tartoznak rátok. Ez az én problémám, nekem kell megoldani, de csak azt szeretnéd látni, hogy mosolyogj. A nagypapám, mert én a Nemzeti Színházban nevelkedtem fel, annyi nagymamám volt a nézőtéri büfés, az anyukám volt a színészbüfés, apukám volt a fővilágosító, tehát én az István a királyt, én szerintem 613-szor láttam a Nemzeti Színházban, mindez a Nemzeti Színházban, és a színészektől én nagyon sok mindent tanultam. A színészek elmondták, hogy amikor 7 óra 07-kor kimennek a színpadra, benneteket, mint nézőket nem érdekel semmi, csak a darab. Az, hogy neked a magánéletedben mi bajod van, beteg vagy, nem vagy beteg, meghalt valaki, nem, teljesen mindegy, téged a darab érdekel. És a színészeknek ezt meg kell csinálniuk, a darabot. És ez nekem nagyon a fejemben maradt az, hogy azt ad, amire a másik vágyik. Tehát a saját dolgaidat majd megoldod akkor, amikor a másik nem lát. Ennyi. Na most képzeljétek el, hogy ezt az eszemfuttatást beletettem a fejembe, és innentől kezdve a legfontosabb, hogy elkábráztassunk benneteket technikával, műsorral, szórakoztatással, programmal. Viszont annyira kell ez az embereknek, hogy jól érezzék magukat, hogy mindig érdemes újat és újat és újat, tehát fejlődni. Megmutatni mindig, hogy van ebben még tartalék. Ugyanis akkor vonzza az embert a másik, hogyha mindig mutatsz valami újat. Ezek a szponzorációk. Tehát, hogyha mindig ott vagy magadnak, és az én ott vagyok a csapatomnak, amikor megbeszéljük a gyerekek, én nélkülem ez nem menne, de ti nélkületek sem menne, tehát azért kell csapatban gondolkodni, és ez az eszmefuttatás hétfőtől vasárnap estig megvan. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy KFT-k lettünk, nagy technikánk van, és még egy fontos dolog, hogy egy jó piaci árat kell kialakítani, hogy mindig is hívjanak, és mindig is azt érezzék az emberek, hogy nekünk nem a pénz kell. Nagyon fontos, nem a pénzért csináljuk, nem a pénzért. A pénz az egy eszköz, az érzésért. És azt képzeljétek el, hogy 10 évvel ezelőtt, és akkor most belekapcsolunk a Foreverbe, hogy azt mondta Karcsi, hogy sokat fog kérdezni. Ez elég sokat. Persze. Összehozott Lakatos be a Foreverosokkel, pontosabban dr. Mia Sándorral, és azt mondta be, hogy gyere, mert ebbe a cégbe, ezt a céget látnod kell. Mondom, jól rendben van. Elmentem megnézni egy sikernapot, és azt mondtam, hogy mennyi minden van ebbe, annyi mindent tudnék idehozni, annyi mindent tudnék kivarázsolni. De ugye akkor én még zöld fülű voltam, tehát ez azt jelenti, hogy volt egy technikai stáb, aki ezt megoldotta, ez még 10 évvel ezelőtti állapot. És képzeljétek el, hogy most 10 éven keresztül a kis csapatoknak, egyébként a Varga Robi volt az első, illetve ti voltatok az első, akik felhívtatok az üzleti hétvégére, hogy vigyünk technikát. Ugyanis nagyon fontos a Forevernél is, hogyha eljönnek az új belépősök, a két pontosok,
azok lássák, hogy ez egy komoly cég. Tehát ezt meg kell mutatnunk az embereknek, hogy ez egy komoly cég. És képzeljétek el, hogy nekem van névjegykártyám. Csináltatok 1000 névjegykártyát. Az életemben szerintem 5000 névjegykártyát kiszortam. Egy, azaz egy ember nem hívott fel még a névjegykártyára miatt. Senki. Tehát hiába írom oda, hogy Smash Event, Szalmás Gábor, Lightson, Visual Conference, bármit meg tudunk oldani. Senki nem fog felhívni. De ha egyszer eljössz egy ilyen rendezvényre, és megragad téged a hangulat, akkor onnantól kezdve érdekelni fog az, hogy mitől működik akár a Smash Event, illetve akár a Forever. Ugyanis Foreverben is ki kell tapasztalni a termékeket. Meg kell tapasztalni, hogy mit ad a termék, és onnantól kezdve az emberek elkezdenek foglalkozni, hogy mi is ez a Forever. Higgyétek el, hogy az elmúlt 8-10 évben minden egyes csapatnak, sok csapatnak csinálhatjuk a rendezvényeket. Ugye az első sorban ülnek a menedzserek, a második sorban már akik 2-3 évben vannak, és a hátsó sorban látom, hogy ki az, aki rezdül az előadásokon azokra a tartalmakra, amiket az előadók előadnak. Na de, ezt egy projektorral, egy vászonnal, egy nem működő mikrofonnal nem lehet. És amikor én bekerülhettem a Foreverbe, én akkor azt mondtam, hogy hozom magamat, hozom a technikámat, és szeretném a Rex álmát kivetíteni, ugyanis Smash nem csak nem építi az üzletet, hanem szépítem az üzletet, ezért minél nagyobb technikával megmutatni mindazt, amit ti át szeretnétek adni az előadásokkal, hogy a termék milyen, hogy a csapat milyen, hogy mennyit lehet ezzel keresni, stb. 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 De ha ezt egy nagy technikával mutatjuk meg, nagy technika mögött, előtt, lett fal előtt, akkor azt mondja az ember, hogy igen, ebben van erő, ebben van pénz, ebben van lehetőség, és ebben van üzlet. És innentől kezdve működik a dolog. És képzeljétek el, hogy pont 4 évvel ezelőtt én a saját pénzemen, fontos, saját pénzemen, tehát nem a Forever vitt ki, én befizettem nagyon sok pénzt azért, hogy megnézzem, hogy Dubajban egy Global Rally hogy működik. Mert addig, amíg csak beszélgetünk a Global Rally-ról, addig nem tudom, mi ez a Global Rally. Global Rally, ja, ott sok Forever-ös van. Nem. El kell menni, meg kell nézni, meg kell tapasztalni. Meg kell tapasztalni azt, hogy 160 országnak a Forever-ös krémje ott van, vagy ugye a forgalmazók, és mindenki mosolyog. Egy nyelvet beszélünk. Ugyeltek, én nem tudok kongóiul, de mindenki mosolygott, amikor meglátták, hogy Forever DJ. Fotóztak. Forever DJ Hungary? Igen. És azt gondoltam, hogy a csapatot Dubajba fel kell emelni 160 ország előtt. Én ugye nem figyeltem az előadásokat, mert hátat fordítottam a színpadnak, viszont foglalkoztam a magyarokkal, és egyszerre, mert a magyarok azért tudnak szurkolni, jók vagyunk ebbe, és megmutattuk Regéknek, Édennek, hogy igen, mi itt vagyunk, magyarok itt vagyunk, és mi így tudunk örülni mások sikereinek is. És azt képzeljétek el, hogy amikor a DJ Smash saját pénzén csinálom ott a bulit nektek, ti pedig ugye figyeljétek az előadást, amikor kellett, akkor elcsendesedtetek, amikor kellett, akkor üvöltöttünk, bemondták azt, hogy hungry, onnan tudtam, hogy a Foreverben jó helyen vagyok, jókor, jó időben. Itt nekem még van feladatom. Rá egy évre képzeljétek el, hogy jött Dallas. De várjál, Dubaj után elmegyünk Dallasba. Tehát amerikai földön a magyarokat sikerre vinni. Hű, valamit ki kell találni. Kitaláltam azt, hogy írjuk ki azt, hogy FLP LED lámpával. Kitaláltam azt, hogy ez mondjuk nem Dallasban voltam, Stockholmban. Mindegy. Dallasban kitaláltam azt, hogy tényleg ott is mutassuk magunknak, és Dallasban, amerikai földön, a Forever hazájában megint bemondták az országokat, hogy hungry, tehát magyarok. Ez a Spirit Award volt, igen, amit megnyertünk ott. A Spirit Award volt, amit megnyertünk. Na, onnan tudtam, hogy jó, hogy innentől kezdve Forever. Aztán egy évre rá elmentünk Stockholmba, és mondom, jó, hát azért Stockholm, azért 1100 magyar, oké, menjünk, kimentünk, és ott is a Global Rally-n, megint bemondták azt, hogy hungry. Pedig Lenkei Péter odajött hozzám, hogy hát azért Gábor, másokat is hagyjunk nyerni, úgyhogy ha nem mi nyerünk, akkor gyakorlatilag ne legyél elkeseredve. És képzeljétek el, hogy ott is megnyertük. Én onnantól kezdve tudtam, hogy én ezt a csapatot, ezt a családot, benneteket, a Forever szeretem. Megmondom miért. Két okból. Egy. Azzá válhattam, aki mindig is szerettem volna lenni.
technikai kivitelezés, DJ, műsorvezetés, hangulatkeltés, minden egyes csapatok visszajelzésben, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy hívtok, és mehetek, és csinálhatjuk. És mindig nekem van egy kifutásom, ezt a kutatásom mindig ad többet, mint amennyit kérnek. Ez nagyon fontos technikában, műsorvezetésben, hangulatban, odaadásban, mindig adj többet, mint amennyit kérnek, mert akkor érezhető, hogy te is tényleg akarod, és nem a pénzért csinálod. Tehát ez nagyon fontos. A Foreverben is ez van, hogy mindig megmutatjuk, azért vannak a szponzorok. A szponzor mindig ott van melletted, mögötted, segíteni fog. Tehát nem leszel egyedül, én sem vagyok egyedül, hát ott a Forever velem. Ott vannak az új országigazgatók, mindjárt oda is eljutunk. Tehát én az elmúlt 6 évben figyeltem, néztem, cselekedtem. Nagyon fontos, hogy eszmeiben találkozott az, hogy ti mit szeretnétek, én mit tudok adni, és ennek a gyümölcse, és most tényleg ne csak én beszélek, ezt képzeljétek el, hogy április 14-én egy ilyen 6-8 év után megérett a gyümölcse. Elmondom mi. Képzeljétek el, a sikernapon én, mint műsorvezető lehettem a színpadon, és ez a fussatok előre, ez nem az én gondolatom volt, tehát nagyon sok embernek, sok vezetőnek láttam az arcát, hogy nagyon így futunk előre. Nem, ez nem az én, ez egy felső utasítás volt, ez innentől kezdve megszűnt. A lényeg az, hogy április 14-én az új országigazgatóktól megkaphattam azt a lehetőséget, hogy teljes egészében a Forever sikernapját a saját technikánkkal, saját rendezvény kivitelezéssel, saját emberekkel, saját technikai csapattal mit csinálhatjuk. Ez azt jelenti, hogy ha ti bejöttök a terembe, és amit láttok, az egy 80 négyzetméteres LED-pal lesz, 200 darab rúdtal, fehér színpaddal, szikával, füsttel, óriási kivetítővel, nagyon-nagyon nagy technikai apparáttal, és ezt mind én adom a Forevernek május 27-én, és ez pont érdekel. Azt mondja, hogy 10 év kell ahhoz, hogy hirtelen sikeres legyél. Nem értettem ezt a mondatot, de most megértem. Tehát, hogy nekem nem az a siker, hogy én ott leszek, hanem az a siker, hogy ott lehetek. Hogy ott lehetünk. Megmutathatjuk, hogy mire vagyunk, mi képesek. Szolgálhatunk benneteket. Ez egy nagyon fontos szolgálat, alázat és szolgálat. Tehát, hogy mi olyan adhatunk nektek, szükségetek van, amikor eljönnek az új belépők, akkor azt látják, hogy ez egy nagyon komoly cég. Egy olyan globálra egy feelinget szeretnék odavarázsolni, technikával, műsorvezetéssel, hangulattal, produkciókkal, hogy ne tudjatok kimenni WC-re. Ne tudjatok elmenni onnan, egyébként beszédszünet, ami sosem volt, egy 30 perces szünet, tehát, hogy a siker az Arénában volt. És akkor hova kanyarodok vissza? Elindultunk a gyerekkor, Danubius Rádió, ugye itt diszkoztam, ott diszkoztam, végig diszkoztam, az egész Budapesten az összes rányklubba, vagy a klubokat, minden, és most odáig eljutottam Forever-re, hogy minden, ami van, oda tudom adni, át tudom adni, meg tudjuk mutatni, és mint rendezvényigazgató szerepelhetek a Forever sikernapján, ugyanis azt is kérték a igazgatók, az új igazgató Szőcs Gábor és Szőcs Dori, hogy jöjjek ki a pultból, hogy fejezzük be ezt a DJ szerepet, mert ez már nem DJ szerep, hogyha tényleg egy ilyen vállalkozást vezethetek, és tényleg ekkora technikával, akkor egy másik szerepbe menjünk át, és azt gondolom, hogy még mindig nem azt mondom, hogy ez a siker, hanem az, hogy ezen az úton én annyira jól éreztem magam az elmúlt években. Tehát pont ebben a 39 évben, hogy most tényleg olyan büszkén kiállok elétek, és megmutatjuk, hogy mire vagyunk mi képesek, és szolgálhatjuk a felelőt. És ez itt a legfontosabb. Gábor, ehhez nagyon gratulálok egyébként, mert szerintem te nagyon sokat hozzáteszel egyébként a rendezvényeinkhez, nem csak a sikernapokhoz, hanem akár a privát, ugye a Robi üzleti hétvégékhez, akkor a többi csapat üzleti hétvégéhez, és nagyban befolyásolja azt, hogy az emberek jól érezzék magukat, hiszen lehet, hogy ugye sokszor vannak előadások, sokkor, de a hangulatra mindig emlékszik az ember, és ez meg köszönhető. Most ugye itt van körünkben még Robi is, és neki is lenne szerintem kérdése, és ugye még van 8 perc, 40 másodpercünk, hogy akkor Robinak átadnám a kérdésre a lehetőséget. Szia Robi! Szia Robi!
Hello, szia, szia, szia! És hogyha megkapom a kóstot, akkor lesz lehetőségem bemutatni azt a bizonyos debütálásodnak az első eredményét, hiszen nagyon emlékszem arra a Dubai Global Rally-re, hogy nagyon sokat tettél annak érdekében, hogy mi elvihettük ezt a Spirit Awardot. Ez a Spirit Award az azt jelenti, hogy a leglelkesebb csapat, vagy valami hasonló, tehát ez a Spirit Award, és ott Átadtam. megkaptuk ezt a díjat, és bizony-bizony ennek a díjnak te bőven a részese voltál. Gyorsan itt volt lehetőségem itt a lányos zavaromba gyorsan megkeresni, így néz ki ez a bizonyos díj, és ezt kaptuk meg, ott van Milles Sándor tartja, mint országigazgató, ő vette át, de én emlékszem rá, mert az első sorban volt lehetőségem ott ülni a magyar csapat előtt, az első sorban, és ott álltál, ahogy mondtad, háttal a pulpitusnak, háttal a nagy színpadnak, szembe a magyar csapattal, és vezényelted, hogy mikor Hiaria, meg mikor Hungária, meg most álljunk föl, most üljünk föl, most egy most úgy, úgyhogy ez mindig is hiányzott egy vezérbika, egy vezérűrű itt a csapatban, és te ebbe a rutinoddal, az attitűdöddel, a lelkesedéseddel, a szuggesztivitásoddal nagyban hozzájárultál, hogy ezt a díjat Magyarország behúzta, és ezt senki nem vehette el tőlünk, és ott Dubajban tényleg megmutattuk, hogy mennyire egységes a csoport. Szóval ez a te érdemed vastagon. Köszönjük szépen ezúton is. És ha már megtetted ezt a húrt, én már belefontoskodtam ebbe a kis meetingetekbe, Karesz, köszönöm szépen, hogy behívtál ebbe a beszélgetésbe, hogy volt szerencsém, volt lehetőségem húsvét előtt az országigazgatóknak, az új országigazgatóknak, Szőcs Gábornak és Szőcs Dórának egy szűkkörű megbeszélésén, 2500 pont és e fölöttiek megbeszélésén. Nem voltunk ott sokan, talán 10 vagy 10, egy néhányan az egész régióból. Ez egy személyes beszélgetés volt. Hát volt, aki Lomönszki Veronikáig, stb. A távolság miatt nem tudtak részt venni, de ott egy egéri bizalmas beszélgetés volt, csak hálózatépítők vettek részt rajta, és fölmerült mindenkinek a szerep, hogy mégis véleményeztük, hogy ki mi, és többek között nézzük akkor a Smash-et, elővettük akkor, ők javasolták, mert volt a lista, hogy akkor mit javaslunk, hogy mi legyen ezzel, azzal, amazzal, és mindenki dicsért téged. Úgyhogy szeretném. Köszönöm szépen. Egyetlen egy kritika nem volt azzal kapcsolatban, hogy mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz, vagy miért csinálod ezt, vagy miért, mindenki dicsért, és ez nem csak annak köszönhető, hogy elfogultak voltunk, hogy a saját hétvégi szemináriumon, a saját privát üzleti rendezvényeinken te viszed a hátterét és a munkát, hanem azért is, amit a sikernapon látunk tőled. Úgyhogy ezúton szépen köszönjük a csoport nevében. Csak ezt Nagyon akartam szépen. elmondani, nagyszerű volt eddig is, amit mondtál. Egy csomó új megközelítés is hallottam róla, nem is tudtam, hogy ilyen jellegű múltad volt itt a szüleid révén is, ilyen háttér. Azt látom, hogy a backstage-en nagyon komoly munkát is végzel, nem csak kifelé, hanem a színpad mögött is, de hogy neked ilyen rutinod volt, gyakorlatilag belenőttél ebbe a színpadi színházi életbe, és innen jött a show business, le a kalap előtt. Tehát még egyszer köszönöm szépen a csapat nevében. Köszönöm szépen, Robi, köszönöm És szépen az egész találkozunk a évben. jövő héten a mi saját hétvégi Jövő szemináriumon. héten, és azt Jó, képzeljétek el, az úr voltál. köszönöm szépen, és azt képzeljétek el, hogy már meg is pakoltuk az autókat jövő hétre, bent lógnak a jelmezek, és akik jönnek jövő héten, azok mindenféleképpen jöjjenek jelmezbe, hozok pisztolyt, puskát, mert egy picit bújjunk ki ebből az egész mindennapi szürke hétköznapokból, tehát egy picit lazítsunk, egy picit legyünk kavbolyok, hozok indián jelmezt is, mindent. Tehát egy a lényeg, hogy érezzük jól magunkat, és hogy a Karinett Kressz is mondta, hogy nagyon fontos az, hogy a hangulatra emlékszik az ember. Tehát, hogy érezted magad. És az új belépőknek tényleg, hogyha nézik ezt a beszélgetést, nem tudom, hány percünk, majd gyorsan mondom, a hangulatot nézzétek először. Nem termékek nagyon fontosak. A termékeket megtanuljátok, mit kell vele csinálni. De az, hogy milyen hangulat vesz körül benneteket a Foreverbe, na azt szeretném megmutatni május 27-én, és természetesen a ti üzleti hétvégeteken, ami jövő héten lesz Siófokon, 13-14, várunk benneteket szeretettel, és a legfontosabb, hogy legyetek ott, és ne maradjatok ki. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy ráértél ma, főleg úgy, hogy ti még most fogtok csak építeni, ha minden igaz, ugye most éppen megint egy hotelben vagy, melyikben vagy? Visegrád, Termál Hotel Visegrád. Termál Hotel Visegrád.
Szerintem már nincs is olyan hotel Magyarországon, ahol te nem voltál. Szerintem mindenket kívülről tudod, meg a ágyakat is mindenhol kívülről tudod. Bár azt lehet, hogy... Azt lehet, hogy pont nem. Mi nem is a főbejáraton megyünk be a hotelbe, hanem mindig hátul. Ja, igen. A Marriott, Hiltontól minden. Tehát nagyon szeretjük ezt a hotelezést egyébként, a hotelben való részét. Tehát igen. Szóval, hogy nagyon örülök neki, hogy így ráértél, és hogy egy kicsit megismerhettük, mert ugye Robi nem tudott becsatlakozni az elején, de rengeteg új infót mondott el magáról ugye a Gábor, hogy honnan kezdte, és honnan épült ez az egész föl. Honnan? Így van, honnan, hová, és nagyon jó párhuzamokat vettél azzal, hogy maga a Foreverben is, hogy ez hogyan működik, ugye a siker, meg az egyéb dolgok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, és remélem, hogy... hogy mindenki el fog jönni, és téged élőbe megint meg fognak majd nézni, ugye a Siófokon az Azur Hotelbe, és majd folytatjuk tovább ott, és akkor ott egy jót kocintunk Western stílusba. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer nektek. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen a csapatnak. Kívánok mindenkinek. Mondjad be, köszönöm szépen a csapatnak, köszönöm szépen Karesz neked, Robinak, mindenkinek, ugye mindjárt lejárnám az időn, találkozunk akkor szombaton, vasárnap, senki nem maradjon otthon, és nagyon megtiszteltetés volt, hogy rám gondoltál ma este. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.